Tehát ez megint azt mondta, hogy semmiféle távlatos gondolkodás vagy tervezés nincsen, adhok döntések vannak, káosz van, senki nem látja át, hogy Magyarország mit szeretne energetikailag, és ennek az lesz a vége, hogy az egész magyar energiapolitika néhány éven belül nagyon súlyos válsághelyzetekkel kell, hogy szembenézen. Hiányzó kapacitások, hiányzó hálózati fejlesztések, és ez energia ellátásbiztonsági problémákat fog okozni.